A munkaadók és munkavállalók megegyezésének köszönhetően december 1 napjától a minimálbér havi bruttó összege 266.800 forintra, a garantált bérminimum havi bruttó összege 326.000 forintra emelkedik. Ezzel 2010-hez képest a legkisebb kötelező keresetek már több mint 3,5-szeresére nőttek, hiszen 2010-ben a minimálbér 73.500 forintot, a garantált bérminimum 89.500 forintot tett ki. Jó. Jó a véleményem legalábbis. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek a pénz az pénz. És hát így szerintem pozitív. A béremelés gazdaságélénkítő hatása fontos szempont. Jelenleg több százezer magyar dolgozik külföldön, a hazai béremelés pozitív hatással lehet az elvándorlási tendenciákra. Engem konkrétan a magyar bér nem érint, személyem szerint, de ha esetleg tényleg így lesz, és ez így az évek során, vagy januártól, február, tehát hogy észre is vehető, meg tapasztalható, akkor ez jó irányba vezet esetleg, hogy fejezzem ki. Tehát akkor a sok külföldön dolgozó, mint ahogy én és a párom és a családom, akkor lehet, hogy rövid időn belül haza tudunk jönni. A fizetések emelkedése a családok számára is jelentős lehet. Az én gyerekeim azok fölvették ezt a babavárra kölcsönt, és az nagyon nehéz sajnos így fizetni minimálbérből. Az idei évi adatok szerint hazánkban 223.000-en kaptak minimálbért, és 741.000-en garantált bérminimumot.